erős szorongás volt rajtam, és ez attól múlt el, mert elkezdtem cselekedni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ma Pokorni Lia mesél majd, hogy mi az ő legnagyobb bosszúsága. Egyébként nemrég jelent meg egy szakácskönyv, amelynek a címe Holnapra is marad. A legnagyobb bosszúságom például az, amikor teljesen fölöslegesen vásárolunk PET palackokat. Az, amikor úgy indulunk el vásárolni, hogy nem készülünk fel rá, és ha kell, hanem az egyszer használatos nejlon zacskókat tépjük le mindenhol a legkisebb apróságnak is, ezek a dolgok engem nagyon bosszantanak, mert fölöslegesek, és mert már annyiszor hallottuk, hogy ezek nem jók, és még mindig egy csomóan valahogy ezt így nem veszik figyelembe, ez engem nagyon bosszant. Fel is tudod túráztatni magad, ha látsz egyet a környezetedbe? Inkább olyan tehetetlenséget érzek, mert ezek valóban mondhatom azt, hogy kényelmetlen az, hogy az ember összekészíti. Nekem is vannak mindenféle szatyraim, bárszonyszatyok, nem tudom, amiket magammal viszek. Meg van olyan is, amikor tényleg óhatatlanul nem tudok máshova bemenni, csak egy éjjel-nappali közében, nem tudom, ahol adnak egy nejlonzacskót, de én ezt elrakom, és azt használom, ameddig az, nem tudom, el nem kopik. Volt egy bevő korábban, aki mindent, az előre becsomagolt dolgokat is, az élesztőt, itt mindent külön nejlonzacskóba berakott, és nem, egyszerűen azt érzem, hogy én ezt nem értem. De megkérdeztél már egy ilyen embert? Tehát nem vagy kíváncsi az ő érveire? Hogy ez lustaság, ez nem törődömség, vagy elvhűség? Én azért nem, mert én azt szeretném, hogy ez változzon, viszont ahhoz én azt hiszem, hogy nem jó eszköz, hogyha én agresszív vagyok. Márpedig, hogyha én bárkinek nekitámadok egy olyan kérdéssel, hogy miért így és miért nem úgy, akkor ő rögtön védekezni fog, és már csak azért sem. Tehát, hogy én a példamutatás mellett döntök, meg azt, hogy ezt nagyon sokszor elmondani, nagyon sokszor felhívni rá a figyelmet, nagyon sokszor, mint a gyerekeknek, hogy figyelj, az áram veszélyes, ha oda nyúlsz, megráz, és ezt nem tudom hányszor elmondani, de belül valóban azt érzem, hogy tehetetlen vagyok. Nagyon sokszor az árusok is nagyon édesek egyébként, mert automatikusan nyúlnak a zacskókért, és hogy igen, tényleg, hogy de jó, hogy nem kell, de a következő veszem a krumplit, akkor megint elővennének, és mondta, hogy ők is megszokták, de sokkal jobban örülnek, amikor valaki nem kér. Tehát ők például egyáltalán nem kérik számon rajtam, hogy mi ez a faxni, hanem inkább szabadkoznak, hogy de jó, tényleg, bocsánat, csak az automatizmus. Azt mondod, hogy faxni. Volt már, aki faxninak nézte? Hát igen, én inkább azt mondom, hogy én nagyon ritkán keveredek beszélgetésbe a Facebookon, csak amikor ilyen ügyekről van szó, tehát vitába inkább, beszélgetésbe, igen, de vitába nagyon ritkán, de a környezetvédelem például nálam egy ilyen gomb, és ott bizony már volt, aki gyakorlatilag mondta, hogy mi ez a hisztéria, most már ebből nagyon elege van, és hogy miért kell neki ezt állandóan hallgatni, mert a hülye környezetvédők, és akkor mindig fölmerül bennem a kérdés, hogy vajon az a több száz, meg több ezer kutató, ökológus, biológus, akik ezzel foglalkoznak, és így fölhívják a figyelmünket, hogy mik azok, amik megmérgezik ezt a földet. Nyilván nekik van egy kutatási anyaguk és számok, hogy az, aki kritikát fogalmaz meg, vajon ő hány kutatásban vett részt, amikor legyint, hogy ez egy hisztéria. És egyszerűen valóban így van, nagyon türelmesen próbálok kommunikálni, még akkor is, ha ő a dühét zúdítja rám. Belül azért nem vagyok ilyen türelmes, csak a cél érdekében néha azt érzem, hogy könyörgöm, ébredj föl, kérlek szépen. De ezt nem lehet, hanem végtelenül türelmesen százszor és ezerszer is megpróbálom elmondani,
meg felhívni rá figyelmet. Neked volt egy fordulópont, vagy mindig ugyanezt a szemléletet vallottad? Nem, egyáltalán nem. Tehát volt olyan idő, amikor így egyszerűen még nem foglalkoztam, vagy nem volt, bár már nagyon sok éve mondják már a szakemberek, hogy baj van, de amíg nem kezdtem el valóban olvasni ezeket a cikkeket, találkozni tudósokkal, biológusokkal, ökológusokkal, erdészekkel, nem tudom, meg nem olvastam ennyi mindent ebben a témában, addig én is valahogy úgy az ember értem ennek a pszichológiát, hogy úgy hátra rakom, az nincsen. Tehát, hogy tudom, hogy ha mondjátok, hogy baj lesz meg minden, de ugyan már mindig volt baj, hagyjuk már, tehát, hogy nem szeretnénk szembesülni azzal, hogy felelősek vagyunk. Az kényelmetlen érzés, hogy rajtunk múlik. És sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hisztéria, meg hóbort, meg megint ez a divat, hogy ezt mondogatjuk. Manapság gyakran emlegetik a klímaszorongás kifejezést. Te tapasztalsz ilyet magadon? Tapasztaltam. Nagyon erős szorongás volt rajtam, és ez attól múlt el, mert elkezdtem cselekedni. És megtaláltam azokat a lehetőségeket, amivel egyszerűen azt éreztem, hogy valamit tenni tudok azért, hogy ne száguljunk tulajdonképpen a katasztrófa felé. Tudod, azért lesz a környezetvédelem, mert összekapcsol embereket, közösségek alakulnak. Nem kell magányos farkasként a világban létezni, hanem hogy egyszerűen valahogy a saját, az emberek azt hiszem, hogy nagyon sokszor azért tehetetlenek, vagy azért nem akarnak lépni, mert azt érzik, hogy ott van az a kis életük, ami legalább ennyi van nekem, ne vegyétek el tőlem. De figyelj, gyere, lesz egy valódi identitásod, tehetsz valóban valamit, és minél több olyan dolgot csinálunk, ami bázi jótékony, vagy nem pénzért, hanem egyszerűen belerakod a saját energiádat egy dologba, az visszatölt, és én ebben hiszek. Na, és ezért vagyok dühös, amikor valaki nem akarja észrevenni azt, hogy van másik út, és azt tapossa, ami már járhatatlan. Az látszott szerintem, hogy ez neked a szívügyed. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Köszönöm.